Na szavaztok, csá. Kutyáim mindjárt megölnek valakit. Na, lassan biztosan összeállnak itt a dolgok. Majd elmondom, hogy miért nem voltam egy ideig. Mert az is fontos dolog. Én azt mondom, hogy a zene az nekünk már a továbbiakban nem kell igazából. És jó napot kívánok mindenkinek, szevasztok. A kamerát egy kicsit elbasztam, nem baj. Apróság, akkor nem foglalkozunk. Na, halihó. Na. Land of Heroes lesz a terítéken, kérem szépen. Felürgetni fogunk. Legalábbis ez a cél. Az én kamerám az még mindig nem működik, de azzal nem foglalkozunk különösebb módon, úgyhogy... Úgyhogy az engem nem is érdekel. A cigi miatt izél szerintem a kamera. Legalábbis gondolom, a mikrofonomat még normálisan nem tudtam elhelyezni sajnos. De ez van. Az előbb még nem boltkodott amúgy a kamerám, csak jó van. Előbb még jó volt, de már most nem jó. De már most nem jó, még a stream előtt jó volt, már most nem jó, geci, érted? Beszarok amúgy azon a kibaszott szájba baszott kamerám, bazd meg. Rendesen összeszarom magam mindjárt. Szevasz, ninja! Bolzasztó, bolzalmas ez a kamera, gyerekek. Én nem tudom, hogy mi van ezzel a kibaszott kamerával, de most már nagyon kezd elegem lenni belőle amúgy. Szevasztok, most már nagyon kezd elegem lenni ebből a kamerából, szereznem kell egy új kamerát. Na, a legfontosabb dolog, gyerekek, hogy Frostborn egyelőre nem lett, mert összetört a telefonom. Előzően valamikor Frostborn streamet, pont most mondom ninja, hogy Frostborn egyelőre nem lesz, mert összetörtem a telefonomat, hál' Istennek. Úgyhogy... Lehet, hogy a partnerséget is elveszítjük, nem tudom, írtam nekik Discordon, reméljük, hogy tudnak várni egy keveset igazából, hogy tudjak venni egy telefont. Szóval ez a felállás egyelőre, hogy nincsen telefonom. Eloltom ezt a rohadt cigit. Szóval egyelőre nincsen teló, de mi a faszom? Ja, amint megoldom ezt a dolgot, akkor hát elég drága volt, mert 5-20-ért vettem egy éve sincs, hogy megvettem 520-ért. Úgyhogy ez is szar, bazd meg. Egyszer minden elromlik nekem itt. Vicc amúgy. Ez rendesen, komolyan mondom, hogy vicc. Ez se jön közelebb, hál' Istennek. Úgyhogy egyelőre ennyi a szitu, hogy itt szarnak befele a dolgok sajnos, de hát ez van. Mindent is kivág a kamera, hál' Istennek, mert olyan fantasztikus kamerám van nekem, hogy mindent kivág. Folytatni fogjuk a Land of Heroes-t, igazából fejlődni akarok. Ha a kamerát kivágja, akkor ki fogom kapcsolni. És úgy látom, hogy igen, úgyhogy ki kell, hogy kapcsoljam szerintem a kamerámat, mert ez valami balzasztó, amit leművel ez a kamera, geci. Komolyan mondom. Olyan mondom, elbassz. Már kajakra felbassz meg. Na. Talán így jó lesz. Ha meg nem, akkor nem tudok vele mit csinálni, bassz meg, hát... Én nem is értem. Nem is értem, hogy miért csinálja ezt a kamerám. Na, mindegy, nem foglalkozunk vele különösebben. Bátorságköpenye az még oda be van nekem húzva, az jó. Hát meg még nem is tudom megtanulni. Ami jó hír, gyerekek, hogy 10-én érkezik a Harry Potter, és azt ki fogjuk tolni, jó? A Harry Pottert azt mindenféleképpen ki fogjuk tolni. Úgyhogy igazából ez a terv egyelőre, hogy azt kijátszom a Harry Pottert mindenféleképpen. Közben itt valami nem stimmel amúgy. Gyericsi, lesz még valaha Eldoel? Lesz! Igazából lett volna eddig is, csak hogy összetört a telefonom. Szóval valamiatt nincsen egyelőre. Meg fog halni, bazd meg. Összetört a telefonom, amiatt nincs, amúgy lett volna.
De igyekszem szerezni egy másikat, jó? Puzzle darab, meg ilyenek vannak itten. Összeszedjük. Nem összeszedjük. Azzal nem kínlódok. Elnyomom a izét, bazd meg, és mégse csinál semmit. A cucc. Hiába nyomom el. Pedig nyomkorom folyamatosan. A bátorság köpenyt ugye. De nem ad semmit. És hát nem nagyon akarnak rám jönni. Ellenségek. Pedig nekem most az lenne a félem, hogy ugye minél gyorsabban szinteket lépjek. Ugye ezt bemutattam nektek, ezt a pókkazamatát amúgy. De ez a kamera engem akkor is nagyon idegesít, bazd meg. Nagyon-nagyon idegesít. Nagyon idegesít, bazd meg. El kell, hogy teleportáljak gyorsan. Talán így jó lesz. Legalábbis bízunk benne. Amúgy mi újság van, srácok, veletek? Hogy vagytok? Minden oké? Okay? Azt mondja, hogy... Hát nem tudom megtanulni. Szinted nem megfelelő, legalább 75-ös szint. Ja, ami még jobb, gyerekek, hogy a szemüvegem is összetört. Képzeljétek el. Képzeljétek el, hogy összetört a szemüvegem is. Szóval szopó. Szopóroller igazából, még az is bazd meg. Még az is kibaszott valam a kibaszott szemüveg. Mert az is összetört. Történik. És rohadt drága a szemüveg, mert néztem, úgyhogy egyelőre azt is anyagoljuk. Nem tudom, hogy a szemem így meddig fogja bírni ugye a monitort. Egy húzamba. De körülbelül már most fáj a szemem. Úgyhogy, ja. Ezeket elvileg gyorsan ki tudom már most szedni, ugye? Ja. Ezeket már most gyorsabban. Megnézzük, hogy ezekkel mit tudok farmolni, vagy mennyit tudok fejlődni. Habár nem hiszem, hogy olyan sokat van, ez már szintemnek nem megfelelő szerintem. Mondjuk level 25-ös, hogyha beljebb megyünk, akkor talán lesz nagyobb is, várjál, mindjárt meg is négy gyorsan. Level 25-ös, úgyhogy ez se a legjobb. Nem baj, fejlődésre igazából tökéletes út. Ez nem rossz neki. Közben jönnek az mobok is. Szóval nem olyan rossz ez. Amúgy hallatok normálisan, mert most a mikrofon az így mellettem van. Hogy őszinte legyek. Mert nem készültem fel az átállásra, mert összetöltjük a tévét és vissza kell raknom a kis monitort. Úgyhogy mielőtt megjön a Harry Potter, még tévét is kell szereznem, bazd meg, képzeld el. Szóval nem a... Ja, az egy bolt. Ja, bolt, jó van. Én meg itt próbálgatom kiszedni a dolgokat. Ez meg level 5-ös, hát ez nem a legjobb nekem. Nem a legjobb, akkor menjünk be eljebb is. Hogyha közel megyek hozzá, mutatja, hogy hanyas. Jó a hang, jó, oxi. Jó, ez így nem a legjobb. Veletek mi újság van, gyerekek? Frostbont nyomjad inkább. Hú, geci. Most mondtam el, hogy összetört a telefonom. Érted? Érted, hogy összetört a kibaszott telefonom? És nem tudok frostbornozni, mert a emulátor nem bírja el. Hiába próbálom. Képzeld el, nekem milyen ideg ez. Hogy egy éve sincs körülbelül, hogy megvettük a Rockford 5-öt. És annyira összetört, hogy nem jön be a kijelzőjén semmi. Úgyhogy, hát, kis türelmet kérek. Jó. Tudjak venni egy másik telefont. Inventory. Mik? A faszomba, hát. Most jöttem. Jó, semmi gond, csak én baszom fel magam rajta, akár szóba kerüljön, mert kurva ideges vagyok miatta. Kurva mérges vagyok miatt, hogy összetölt a telefonom, úgyhogy... Olyan, annyira szar. És engedi. Majd most jó.
Bocsi srácok, csak egy folyamatos állítgatások kellnek, mert most raktam össze körülbelül a gépet, hogy jó legyen a sztori. Ja, és még beteg is vagyok, még mindig nem gyógyultam meg. Erre várjatok gombot, basz meg, hogy még mindig nem gyógyultam meg. Pizza úgy. Ezt annyira köhögtem, hogy a hátam majd leszakadt. Itt kéne keresni valami metint, vagy valamit. Nincs más választás, ott az asszony telefonja. Á! Egyrészt egy Huawei, a P50 Pro, én utálom a Huawei-t. De az a baj, hogy tudnék kihozni előfűzura, csak az ilyen plusz 30 ezer forint lenne havonta. Na most a telefonomat ilyen 170-180 körül tudnák megcsinálni, az Asus. De az ugye csak egybe kéne kiadni, egyben meg most annyi pénzem nincsen. Telekomnál meg 30 ezer tudnék kihozni, úgyhogy havi ilyen 25-30 ezer forint. Mármint maga izé készülék. És az még mindig jobb lenne, nyilván, mert az havi 30 ezer vagy egybe 180 ezer, az még nyilván nem mindegy, nekem sem. Úgyhogy lehet, hogy arra szálljuk rá magunkat, hogy akkor... A párom már mondta, hogy hoz ki egyet bármikor, hogyha kell, csak hát most... Nekünk itt a gyerek is, meg minden, nekünk van egy gyerekünk, aki nem tudja. Hiába dolgozunk mind a ketten, azért nem keresünk olyan nagyon jól. És azért nagyon át kell gondolni ezeket a dolgokat. Szia Judit, szia, üdvözöllek, örülök, hogy itt vagy, hello, hello. Mi újság, hogy vagytok, hogy van a kicsi? Hát itt nincsen metin, gyerekek, az az igazság, amúgy. Megmondom nektek a frankót, olyan hely kéne, ahol találunk metineket, mert nekem a metin kéne legjobban, amúgy. Rosszban képernyőkép a stream elején, fantasztikus, elfelejtettem átállítani. Jaj. Jó, stream után át fogom állítani, bocsánat, csak annyira nagy kapkodásokban voltam, mert még estére nekem kell csinálnom a izét. Hamburgert, meg ilyeneket. Asszonyal oda voltunk vásárolni. Mondtam, hogy legyen a vacsora hamburgert, akkor mondta, hogy akkor én süssem meg. Mondom, fantasztikus. Hogy... ott egy metén? Nem, ezekhez ugye ilyen ásó kéne, amit én még mindig nem tudok, hogy honnan lehet szerezni, basszos. És ez gond amúgy. Szerintem itt se lesz nagyon metint, de akkor honnan szereznek metint? Ami a szintemhez is jó lenne. Most itt vagyunk ugye, tűzföldre, akkor nézzünk el. Na, Judit, neked is elmondom, hogy ugye én előrendeltem már nagyon rég a Harry Pottert, és 10-én fog érkezni, a PlayStation-t majd lehozom, még egy TV-t kell szereznem, már a másik összetölt, úgy, mint a telefonom is. És akkor... úgy tervezem, hogy ez stream ilyen 4-5 óra lesz majd. Lesz Dayonair, ugye ki is írtam. Ki is írtam YouTube-on a közösség fülön, hogy lesz Eldoe. Állandó tartalomként, de streamek nem valószínű, hogy lesznek. Inkább ilyen összefoglaló videók, ilyen update videók, meg ilyeneket terveztem. Mert az igazság, hogy mindig rengetegen írtok, még e-maileket is kapok. Érted? E-maileket kapok, hogy iszé, folytassam az Eldoét. Rendes e-mailek jönnek, meg Discordon mindenhol írkálnak. Úgyhogy azt gondoltam, hogy mégse hagyhatom őket cserbe, mert annak idején ez miatt indult be az én YouTube csatornám. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ilyen rövidebb videókkal esetleg, hogyha ez így mindenkinek megfelel, azzal akár tudnám is csapatni, ilyen update videók, meg ilyenek. Úgyhogy ja, egyébként új izé van, új overlay van, új alertbox van, elméletek az új feliratkozókat is jelzi, gyakorlatilag nem tudom. Szóval ja. Őscsomag az mindenféleképpen kell. Tárgy megerősítő is kell, azt tudom, hogy rá kell húzni a tárgyra. Mindjárt meg is próbálom. Hol a tárgy megerősítő? Igen. Törnyek köve. Hagyjál már békén. Igen. Elvileg el is használtam, ugye? Tárgy megerősítő. Úgyhogy én ráhúztam ezt a kardra. Szerencsés vagy, az egyik tárgyat hoz új bónuszt ad. Most ezt így hozzáadja, vagy nem adta hozzá? Szerintem nem adta hozzá. Ugye? Nem adta hozzá valószínűleg. Ezt a könyvet nehéz megérteni, tréning nem sikerült. Ott itt kicsit bugos itt a izé, a szöveg. Ahogy én itt látom a dolgokat.
Úgyhogy jelenleg rohadt sok minden összejött nekem. Telefon összetörés, a tévét összetörtük, hogy csináltuk itt a helyiséget. Beteg is vagyok. Még mindig, már 2 hete. Jelenleg metint se találunk, képzeljétek el. Ez a legfőbb probléma amúgy. Még metint sincs. Ami ugye nekem most nagyon-nagyon kéne. De ha más nem, akkor pókazamata lesz, mert... Pókazamata 2, pók 3, kazamaták központja. Ezt még nem is néztem, ezt a helyet szerintem. Ezt meg is nézzük gyorsban. Tudod, mit basztam még el amúgy? Semmit, jó. Hoppá! Úristen, mennyi player van itten, te! Az komolyul néz ki amúgy. Ez amúgy kibaszott jól néz ki. Nekem legalábbis nagyon tett. Jó, csak metint kéne keresnünk, bazd meg, de hova keresni? Mi? Semmi. Jó, hát úgy látom, hogy semmi, és úgy látom, hogy ez itt ilyen kis barátságos zóna inkább, mint hogy level 100, level 60. Vagyok már level 60-as? Nem. Jó, akkor irány, akkor próbáljunk egy pókazamat a 3-at. Mert ott szerintem kibaszott gyorsan tudnék fejlődni amúgy. Na, mindjárt válik. Ú, tudom már, mit felejtettem el hívni a sárkányomat. Igen. Igen, hol a kis sárkány? Jó, ott is van, oké. Tárcunkat megemeljük közbe. Erőt. Erőre rakunk. Mi történt? Hát, ennyi volt a pontom, hát akkor ezek szerint igen. Akkor próbáljuk ezeket meg gyilkolódni, amint visszajönnek. Jó, erősek amúgy ezek már. Viszont annál több pontot is adnak, ugye? Ami jó. Először ilyen kevesebb kupacabb. Töltik a HP-jukat? Jól láttam, hogy töltik a HP-jukat. Kevesebb pókkal próbálkozok elsőnek is, mert nem biztos, hogy a többivel tudnék így nagyon végezni. Na jó, menjünk be akkor a tömegbe. Menjünk! Gyertek! HP-mat nagyon szedik lefele, mi? Nyomják keményen, viszont jangot kurva sokat kapok amúgy. Akár ezek lassabban halnak, lehet, hogy a pókazamat a kettes jobb lenne. Mert ugye ezek lassabban halnak, és hiába ad kevesebb tapasztalat pontot, hogyha gyorsabban megölök többet. Ugye akkor az úgy már jobb. Legalábbis gondolom én, mert level 54-es vagyok. Hát level 80-at el kéne érni amúgy. Itt így összeszedjük, gyertek. Oxta. Level 80-at el kéne ér. Hát így nem fogom. Így nem fogom elérni a level 80-at. Mindegy, menjünk vissza a kettes kazamatába szerintem. Várjál egy picit, tudom már mit akartam ezt. Jó. Na. Oké, pókazamat a 2 kell akkor nekünk, mert ott tudok alkotni, de itt nem, annyira nem. Itt annyira nem tudok alkotni semmit igazából. Hogy hívjuk a muntomat. Igen, azt mondja, igen, ez kell nekem. Kölyök sárkány rajtam van, jó. Itt jobban tudok fejlődni, meg alkotni, úgyhogy ez így jobb lesz szerintem. Látok. Megint elfelejtettem beállítani, úgy látom nagyon sokat késik még mindig a stream. Elfelejtettem egyszerűen visszaállítani, bazd meg. De mi az, hogy meghaltam, bazd meg? Hát hogy? Hát ezekkel simán végeztem. Ezekkel én sem... Mennyi nem? Hagyja békén. Hagyja békén. Oké. Sárkányom nálam van. És eddig még nálam volt. Kék italt ide behúzzuk. A ital.
Á, nem bírok velük, bazd meg. Mi a fasz? Akkor csak vissza kell menni az izére. Egyes kazamatára, mert ez így nem lesz jó, bazd meg. Ez így nagyon nem buli. Megmondom az őszintét, hogy ez így nagyon nem buli. Pedig eddig olyan jó ment a kettes kazamata. Elkúrom. Nem baj, nem baj, nem baj. Státuszunkat majd megemeljük. Ezeket így magamra húzom. Hát véletlen, véletlen, véletlen. Beleszállítva majd, mikor vége a streamnek. Amikor vége a streamnek, akkor töltök fel egy ezért Land of Heroes-os képet, jó? Azt teljesen véletlen, elfelejtettem beállítani, egyszerűen ennyi az egész. Baj, hogy itt meg így rohadt kevesen vannak, nekem ez így nem jó. Nekem ez így nagyon-nagyon nem jó. Ninja vagy? Adjak neked fölös cuccokat? Hát, ahogy gondolod, haverom. Fölös csomag. Ja, és mi megvan a skinem is? Mert most nincs rajtam már a skin? Már most lehet, hogy nincs rajtam a skin. Hey. Ha már sem viselkedjél. Szerintem nem rád gondolt. Szerintem nem rád gondolt, nincs, hanem rám. Ha gyártak csak, akkor utánam. Nagyon jó. Ezeket így eldobálják az... De ezek miért nem rám jönnek? Jó, jönnek szépen a jangok is, úgyhogy az nem rossz amúgy. Bemegyek SD-be is adok. De nekem, no, mi az az SD? Tehát én azt tudom, mi az az SD, haverom. Az a probléma, érted? Én nagyon kezdő vagyok ebbe a játékba. Hát ez nem jó így, gyerekek, így nem nagyon fejlődök. Inkább azt mondj meg, azt mondjátok meg nekem, hogy hol keresek, mert tényleg, hát Pókazamat úgy hívják veteránok, hogy SD. Ja, itt vagyok Pókazamat egybe amúgy. Közben meg beakadtam, itt rengeteg kábelbe, képzeljétek el. Akkor te már nagyon régóta vereted, nem? Még nem rég kezdtem el. Még van mit tanulnom, rengeteg minden. Jó, jangom az már van rendesen, 8 éve csak. Hát az azért elég sok. Az azért elég sok szerintem. Na, itt van sok pók, nézd. Ezeket így magamra húzom. Hát kettes kazamata jobb lenne, mert ott... nem tudom, ott jobban fejlődnék szerintem, mint itt. Gondolom most valami event van ezekkel a puzzle darabkákkal. Igazából. Így is szeregetem össze őket, 16 darab puzzle. Ha, akkor ezt kéne kiraknom. Gondolom ez így automata, ha felveszem, akkor automatikusan magától kirakja, legalábbis én úgy gondolom. Akkor próbáljuk meg azokat is összeszedni, mert nem tudom, hogy mit ad, kíváncsi vagyok nagyon. De mit vannak a puzzle-ök? Várjál? Anya, mikor ébb egy kicsit van ez?
Nem, hát szerintem ezeket így automatán belerakta amúgy. Szerintem ezeket így automatán belebassza. Igazából. De gondolod, adok buffot is, mert az rohadt sokat segít. Én minden segítségnek nagyon örülök amúgy. Mert nagyon jó volna fejlődni, úgyhogy. Nem lenne rossz. Máté, nagyon szépen köszönöm a támogatásod, üdvözöllek, szia haverom, mi újság? Mi újság, jó vagy? Köszönöm a támogatást, nem tudom, hogy jelezte el, remélem, hogy igen. Elvileg be van állítgatva. Gyakorlatilag meg nem tudom, elvileg jeleznie kellett volna. Hogy álltam, hogy jelezte, vagy lehet, hogy annyit késik a stream. Itt minden rendben van, nagyon jó. Hát, vannak bajok, Máté. Vannak bajok, 2 hete beteg vagyok, este egy gét rohadt rosszul vagyok, nagyon fáj a hátam a sok kölgéstől. A másik, hogy összetört a tévé, mert ugye 3 monitorom volt, egy kicsi, egy nagy, meg egy tévé. Összetört a tévé, összetört a telefonom, beteg vagyok, úgyhogy szopó van, szopó roller van. Olyan nincs, hogy nála nem jelzi, tehát hogyha az OBS-be jelzi, akkor mindenki látja. Elvileg. Nem megnéz. Lehet újra. Nem lehet újra. Köszönöm, Máté, köszönöm. De van egy jó hír is, hogy 10-én ugye én előrendeltem még tavaly a izét, a Harry Pottert, és 10-én azt gondolom megérkezik megjelenés napján, legalábbis nagyon bízok benne. És azt nagyon komoly szintbe akarom csapatni majd. Na, puzzle darab 8 darab, felvesszük. Akkor elvileg... nem tudom, bazd meg, fogalmam nincs, hogy... Én nem vagy, hogy... Jeltek csak rám. Minél több pókot kéne így össze kalimpálózni. Akkor megpróbáljuk összeszedni ezeket a pártgyűlöket szerintem által. Úgyhogy attól félek igazából, hogy a Frostbornba elvesztem a partnerségemet amúgy. Mert az nem lenne jó, sajnos nem lenne jó. Nagyon szépen köszönöm, Máté, a újabb 200-ast, kösz szépen. Nem hagyol éhen halni. Kőbeli cuccokra. Köszi, köszi, köszi. Köszönöm. Üssed már őket, figyelek. Nem nagyon kapok pezőt amúgy. Hello, Levi. Az gond amúgy. Jöhetnének pezőlöcskék. Ja, gyertek, gyertek, gyertek. Csak 56-os vagyok, hát a videó alatt, amikor csináltam a videót, bazd meg, egyszer ennyit fejlődtem, de most nem tudok lemenni, mert megerőszak volna a polkok 2-es kazamatába. És éltem. Ős csomagok azok esnek, de segítesz PUBG Mobile-t honnan szedjem le? PC-re? Hát BlueStack-en én nem javaslom, hogy BlueStack-en játssz el igazából, mert azért ki fognak baszni egyrészt, másrészt buzis a BlueStack, mert akkor mobilosokkal fog összerakni, mint emulátoros. GameLoop az a neve, hogy GameLoop, azt töltsd le, az a hivatalos emulátor, ha még egyáltalán működik, mert én már nagyon régen PUBG-ztam, szóval én nem igazán tudom. De szerintem a GameLoop az még mindig életben van is, pörög, pörög, pörög. Úgyhogy azt javaslom neked, hogy azt töltsd le. Mert az úgy is fog megjelenni, hogy emulátor, tehát érzékel, hogy emulátorról játszol, és akkor emulátorosok ellen fog betenni.
Na nyilván az buz is, hogyha ilyen bluesteket, meg noxot, meg ilyeneket használsz. Egyrészt nagyon megeszi az gépedet, másrészt meg tényleg buz is, mert akkor a telefonosok ellen rak be. Na, úgy látom, hogy kapjuk itten a dolgokat, gyerekek. Ezt a pezzőt, azt ki kéne baszni. Le kéne csapni torzsba. HP-re rakok. HP-re sok pontot rakok, mert nagyon kevés a HP-m, gyerekek. Jó van, közben itt azért szép lassan fejlődünk, nincs itten probléma. Nincs itten probléma. Megpróbálom bluestekkel, bugos volt. Hát, meg tényleg ne játsszál bluestekkel, mert az nem... Tehát az nem fair a többiekkel szemben, én azt gondolom. Az nagyon nem fair. Gyártak csak pokinyók. Hát most már ezt a puzzle-t csak kéne blakni, bazd meg. Ahogy látom, ez a Land of Heroes kezdőképelnője szerintem. Nem vagyok benne biztos, de szerintem az. Visszatérnek a livestreamek? Persze, mindenféle. Most azért nem volt megint... egy hétig, hallod, hogy még kölgök. Azért nem volt megint, mert beteg vagyok még mindig. Sajnos. Hát én is beteg vagyok, sajnos. Hova mentek? Hát rám gyertek már, geci. Jó, Youngom azért keményen gyűlik amúgy, úgyhogy az se rossz igazából. Hát jobbulást akkor neked is, Levi. Hát csak próbáljuk meg ezt a kettes kazamatát, mert így az igazság, hogy nem nagyon haladunk, bazd meg, és ez nem a legjobb, hogy nem nagyon haladunk. Nem tudom, mi van az évvel, most már komolyan mondom. A kamera engem nagyon felbazd, geci. Kapcsoljon a rákba. Gázkopó. Rákba baszott kamerát, bazd. Te ki vagy, öcskös? Gyere, C3 kék. Micsoda? C3 kék map 2. Az igen, öcsém. Hát én C1-en vagyok, tesó. CH1-en vagyok. És hogy menjek át C3-ra? Sehogy. Én nem akarom elbukni a karakteremet. Most azért. Ha nem muszáj. Ah, meghaltam. Megdöglöttem. SC ott van, ott CH. Már is nézem, spanom. Kivág az a szar, látod, hogy kivág a kurva anyám. C3. Kék map 2. De melyik az a kék map 2? Igen. F6. Bakrába jöjjek? És mi a neved amúgy a játékban? Vagy kit keressek? Vagy hogy keresselek? Engem fel fog baszni az a kamera, és kikapcsolom a gecibe. Komolyan mondom. Köszönöm szépen a feliratkozást, nem látom, hogy ki az, de köszi. Köszike. Nagyon nagy vagy. Mr. Robert, köszi. Na, jó helyen vagyok, bátya? Bátya! Ó, Metin, geci. Hát mióta várok Metinre, bazd meg. El se hiszem, bazd. Köszönöm a feliratkozást, üdvözöllek itt! Így már nem fog megenni a gyász, meg a szenvedés. Teleport gyűrűm? Hogyne volna? Várjál, eljövök innen, mert... Na, valahol van nekem. Teleport gyűrű, igen. Városok, hova menjek? Mondjad a nevét, tesó. De mondjad a nevét, hogy hova menjek, mert nem vágom. Az a baj, hogy nem vágom, hogy szokeresz van. Menj már faszomba. Megbaszom. Most megbaszlak. Meg foglak baszni, mondom. Na. Azt mondja, hogy teleportgyűrű, igen. Kék zászló bakra.
Városok vakra. Na! Tiszta takony vagyok, bazd meg. Ott takony. Na! Itt vagyok elvileg Bakra területén. Megmondom neked a frankót. Én itt vagyok. Itt vagyok, testvérem. Halljak meg. Halljak meg, ha nem. Mire lakjak már? Mire lakjak már? Ügyesség. Ügyesség a defet növeli? Az mondjuk jó akkor. Akkor gyere be a városba. Osz, hol a város? Tesó. Hol a város? Geci. De én kurvára nem értek a maphoz, amúgy azt tudom én hol vagyok, érted? Nekem ez a térkép, ez magas. Kicsi is, és magas is. De szerintem vágom, mindjárt ott vagyok. Egy fél óra, 40 perc. Fél óra, 40 perc, ott vagyok, tesó. Egyszerűbb lett volna, hogy ide teleportálsz hozzám, nem? Hogy ilyet nem lehet csinálgatni? Vízbe bele tudok menni? Oké, vágom, csak hogy a vízbe bele tudok-e menni, mert akkor itt én át tudok vágni. Nem tudok belemenni, hál' Isten kémnek. Úgyhogy akkor meg kell kerülnöm. Mindjárt hívok egy taxit vagy egy Ubert, várjál. Ott vagyok mindjárt pár perc, jó? És ott is vagyok. Na, örülök én, hogy így látok új arcokat itt amúgy a csetán, akik játszanak is ezzel. Belakadtam. Ilyenkor van metin, amikor nem kell, bazd meg, érted? Amikor meg izi kéne, akkor nem találok egyet se. Ez a borzasztó amúgy. Na, várjál, itt átmegyek a hídon, és elméletileg utána ott lesz majd a város. Elvileg. De hogy kereselek? Mi a neved? Mi a neved, bátyus? Ez itt a kérdés. Az a sok zöld pont, azt tudom. Ez a város, csak itt be tudok-e menni a városba? Tiszteletes. Ez a nevet, hogy tiszteletes? Fantasztikus. Fantasztikusan szar helyre jöttem szerintem. Ja, hát ja, ilyen nyomorék vagy. Á, tesó! Itt van, na itt lesz a város. Szia Robi, köszi még egyszer, hello. Na, itt van a város, és kereslek akkor, testvérem. Te vagy a tiszteletes bátyus. Tisztelendő atya. Na, hunk, kereselek. Názareti Jézus. Te vagy a Názareti Jézus. Hát itt annyi player van, bazd meg, hogy én szemüveg nélkül még a nevüket se látom, ez a baj. Vágod? Ez így szopó roller, mit tudok eladni? Dehogy adom el 500 angé. Na, szakeresz! Farkasvadász, én is farkasvadász vagyok, tesó, az hogy van? Játszottunk már együtt, vagy mi? Nem ő az. Szerintem ő az. Ugye? Te vagy az, ugye? Ez mit jelent, hogy piros birodalomban vagyok? Az nem jó? Az nem jó, hogy piros birodalomban vagyok? Vagy az miért gond? És ez jobb, mint az enyém? Hát gondolom. Hát gondolom, hogy ez akkor jobb, mint az enyém, mi?
Ninja pokol vért 160 szintű, hát fel se tudom venni. Tesó. Oké, megvagyunk, bátya. Komolyabb, az a baj, olyan kicsi a leltább az meg, hogy semmit nem látok amúgy. Hát nem tudom. Javály üzenet. Mindjárt a lopcuk be oksa. Köszi tesókám. Na, közben én itt kikapcsolom a kamerát, amíg elszök egy cigit, mert utána bebagolódik a izétől, gyere kik a füstől. Mik ezek? Mondja, mennyei könyvkarkötő, ében fafőbe való. Elfogadjuk. Köszönjük szépen. Jók vagyunk? Hát nagyon rendes vagy, köszönöm. Köszönöm. Mi? 50% tapaszt... haverom. Ez nagyon jó. Mi az örökös? Elnyomtam. Vagyis nem tudom. Látom. Be van rakva, akkor azt gondolom úgy jó, nem? Ha be van rakva. Annak a leltárban élnek sárkányisten. Nekem vannak ilyenek, nekem nincsen itt ilyen. Tudom, miről van szó. Ja, ha van. Na most menjünk pókozom a tába. F6. De várjál még az. Sárkány is, igen, megnövel a maximum MP. Hú, mennyi mindent kapunk tőle, bazd meg. Ez a hatás már aktív, asszony. Szia, angyal, hello. Na, most menjünk csak izé fájtolgatni, gyerekek. Á, most vége lesz mindennek, esküszöm nektek. Tónizéket csapok széjjel. Á, most mindennek vége van.
hajt mutassa. Ha? Jó, jó, jó. Ó, milyeneket csapok rájuk, gyerekek? Mi újság, angyal? Kurva erős lettem, bazd meg. Baszott erős vagyok. Az a neve, hogy felkészülés. De azt hogy tudom elhasználni amúgy, ez itt a kérdés. Azt nyom be. Hát elvileg... Én nem tudom, hogy kell elnyomni, elvileg el van. De elvileg el van használva már. Vagy én azt nem tudom igazából, hogy működik. Elvileg megcsináltam. Ide, ha berakom alulra, az úgy aktív, nem? Ha így alulra be van rakva, az úgy aktív, nem? Vagy azt még külön el is kell nyomni? Le kell szállnod a montról. Ja, mindjárt, 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 mindjárt. Gyere, le fogok szállni, csak ezeket itt hagyom akkor. Álljál. Á, csak ezek ám jönnek rám erőszakkal, bazd meg. Jövök. Leszállunk a muntról. Igen. Akkor most elnyomtam? Úgy tudod benyomni csak tanácsos kéremelt akkor. Na most akkor el van nyomva? Honnan tudom, hogy el van nyomva? Érted, ez itt a kérdés igazából. Aha, és akkor így aktív. De felülhetek most ilyenkor a muntra, ugyanúgy? Aha. A jobb klik volt, testvérem. Köszönöm. Nagyon rendes vagy. Mi újság, angyalom? Ha kihúzod, akkor még jobb lesz. De ez mit ad egyébként nekem? Mert olyan kicsivel van írva, hogy én nem látom szemüveg nélkül. Támadó érték, életlopás. Aha, már 59-es vagyok. Húha, köszi szépen a segítséget. Így már elbírok velük. Kamerát visszaadom gyorsan, várjál. Na most már puzzle darabokat kéne szerezni, bazd meg. Várjál, mert nekem itt bebagolódik a képességfejlesztés, és nem tudom felhozni. De a plusszal így tudom fejleszteni? Aha. Jó, hát elvileg rajtam van igazából, úgyhogy nincsen gond.
már level 59-es vagyok, ami jó. Az erőmet kéne növelnem még egy kicsit így. De amúgy szerintem sem, hiába költöm el a pontokat, igazából szerintem lófasz nem kapok. Legalábbis én úgy veszem észre, hogy nem igazán kapok cuccokat amúgy. Uha! Ez így nagyon komoly, így nagyon komoly szintlépések lesznek, vigyázzál. Level 60-on vagyunk. Nice. Good nice. Az igazság, hogy vissza kéne amúgy... Na, vissza kéne mennem amúgy a városba eladogatni a cuccokat, amire nincsen szükségem. Miért nem üts? Nem nagyon ad passzört, ami gond. Ami gond. Visszatérés kövő az mi? Meghaltam! Na, újraéledünk a városba, gyerekek, gyorsan, jó, újraéledünk a városba, és akkor amire nincsen szükség, azt így eladogatom, szerintem az lesz. De hát az volt, arról volt szó, hogy városba az meg. Arról volt szó, hogy a városba éledek újra, jó? Na, és akkor amire nincsen szükség, mert ugye kaptunk cuccokat, azt így eladogatjuk gyorsan. Na, hol is van a kereskedő? Nem kell. Kereskedőt keressük. Kereskedő asszony. Elad. Ez akkor nekem nem kell, ugye? 550 ezer. Ez se kell nekem. Kaptam, azt is kaptam. Bum bum. Feladom. Ezt is eladjuk. Amit valahogy lehet rendezni a leltárat, mert tudom, hogy lehet. Rágyak egyberakása. Leltár rendezése, igen. Na! Jó, oxi. Várjátok, 18 szintű használható, ez nekünk nem kell akkor. Ez majd kell, de ezt még nem tudom használni. 25, ez nem kell. Ez mi? Ár 1 millió pajzs, pajzs. Várjál, ezt nem, lehet, hogy nem kéne eladni ezt, várjál. Tigris pajzs, 61 szintű. Igazából használnom kéne. Ezt nem adjuk el, várjám. Miért nem rakja be? Ja, mert nem vagyok 61-es szintű hülye gyerek. Jó van, azt nem adjuk el. Fakarkötőt, azt viszont igen. Mert az nekünk nem kell a fakarkötő. Ez se kell, ez a rossz cipő. Fafülbe való, az se kell. Igen, igen, hát szerintem nagyon más, nem is tudok eladni amúgy. Hányha ezeket ki kéne nyitni. Hát csak így nem tudom kinyitni, hogyha rajta vagyok a kereskedőnél. De. Ezek meg gondolom majd nekem kelleni fognak. Hát én ezt kirobom a picsába.
Töröl. Jó. Hogy ében, fanyaklánc, fanyaklánc, hát kaptam valami jobb nyakláncot is, nem? Vagy azt elbasztam? Lehet, hogy elbasztam, várjál. Teleport gyűrű. Fel nekem. Jó, jó, oxi egyelőre, így ennyit szerintem erről. És akkor visszamegyünk a pókazamat a kettőbe fejlőrgetni egy kicsit. Mondom, visszamegyünk a... Várjál, nem megyünk még vissza. Mondott a felkét. Most miért nem tudom behúzni? Nem tudom behúzni. Nem is értem amúgy. Felősít a karakteret, támadó erejét. Jó lesz az nekem. Jó lesz az nekem szerintem. Várjál, mert... Na. Svónánk. Igen. Igen, még a kis sárkányom is, jók is vagyunk. Na nézzük, gyerekek. Puzzle. A puzzle kéne nekem nagyba. Azt kéne kitenni a puzzle-t valahogy. Nem nagyon a puzzle-t, az a baj. Szóval lehet, hogy olyan helyre kéne menni, ahol van puzzle. Mert a egyes kazamatából ott egyébként adta amúgy. Jó. Ezeket magamra húzom, mindjárt, figyelj. Oké. Nem nagyon kapunk puzzle-t, és az gond, amúgy. Jó, és már 61-es vagyok, úgyhogy ezt már elvileg tudom használni. Jó, most az van bent, jó. Ja, most az van bent, az úgy teljesen jó. Oké, itt rengetegen vannak, ezeket magamra húzom, és adom nekik az évet, figyeljet. Jókat. Menjünk egy olyan helyre, ahol többen vannak, várjál. Ezt is magamra húzom, ezeket is így. Nagyon jó. Guten Tag, szívezgethetek én. Annyira üte a pókat, hogy megvakul. Nem láttalak, tesó, én csak azt láttam, hogy valakon szívezgetik, baszki, hát. Geci. Nem láttalak, esküszöm. Hogy te vagy, azt nem láttam, hogy te vagy, Csony. Gyere fel DC-re akkor. Most én itt ilyen támadásokat kapok amúgy, amiket én nem tudom, hogy az mire való, az a baj. A probléma, hogy nem tudom, hogy az mire való. Jó. Én itt azért nagyba fejlődgetek, Csomi, hát nem úgy van az. Nem úgy van az, hogy kenjük be sára, tudod, nagyon jó. Puzzle. Jó, kaptunk puzzle-t. Jó, akkor itt is kapunk puzzle-t. Az oké, okay, az úgy már tetszik, már tetszik. Akár megvan. Hát még azért van, de hamarosan, szépen lassan.
Hát most én kapom ezeket a kritikus csapásokat, meg ilyeneket, csak nem tudom, hogy az mire való amúgy. Melyik szoba? Van egy olyan, hogy live váró, hogy oda lépjél be a live váróba, és akkor behúznak a live-ba, jó? Várjál picit, innen eltakarodok. Valahova. Ide átkapcsolok gyorsan addig nektek. Van egy olyan, hogy váró. Tulajdonos és váró. Tulajdonos váró. Abba lépjél be, én meg behúzlak a live-ba, jó? Oksza? Csak szóljál majd, hogyha beléptél. Aha, beléptél már, jó. Na, halló, hallasz? Na, szeva. Na, hallod? Én hallak, te hallasz? Jó, zsír, fasz a hall. Na, zsír, jó. Szuper, mi a helyzet? Hogy vagytok? Na, nézd, annyira megy a live. Beszaladok, direkt kerestek egy teleportázba. Ja. Kergettelek, az meg. Hát, én csak azt láttam, hogy valaki szívezget. Várni, egy picit adok a hangodra, izé. Adok rá hangot, meg. Akkor ne. Beszéljél, légy szíves. Na most? Szerintem így jó lesz. Akkor jó van. Na, mi a helyzet? Minden oké, kilesnek, csak láttam Balázs Istenet fent, hogy nem tudom, hogy a live is volt. Ja, ja. Hát, történtek komoly dolgok itt nálam. Összetöltem a tévét, összetöltem a telefonomat, bazd meg. Olyan 800 elpönyt a kár jelenleg. Hát a telefont elejtettem. Csináltuk ezt a szobát, ahol streamelek. És véletlenül az OSB lapot neki basztok a tévének, és összetört. Szép. Ezt így nevédé főgondolom, hogy össze a kruzból basztán lepítgetve forró dolgokat. Most igazából kaptam cuccokat. Most gyűjtöm ezt a puzzle-t. Aha. Túlvaj kezdj, de mindjárt megfázott állt, hogy bárszó olyan forma, hogy cuccokat robál. Az se rossz. Nem rossz igazán, jól van, hanem túl értékes, viszont faszkos. Jóbbi faszkos, ez értékes, mert túlvaj kezdj is ilyen, azt hiszem, hogy 8 milliárd ért meg darabja, szóval. Aha. De én most pont abban a szituban vagyok, hogy farmolok, mint az ökör, barátsom akkor. Aztán nekem megérdik, hogy ilyen között, vagy 5-6 darabot belőle. Már egy kicsit újraindítom a játékot, mert kurva hangos a játék hozzád képest, úgyhogy... Hát nem tudok halkítani a játékon belül. Igen? Hogy? A jobb oldalon volt az opció, beállítások, hang, és akkor ott tudsz lehúzni a hatás, vagy a zenét. Ha? A hatás ugye az ütéseknek, a kritika, a csengés, ilyenek, másik meg a hang. Na, így már jobb, hogy a zenét lejjebb húztam, így jó lesz. Na, mert nem hallottalak egyszerűen a zenétől, baszki. Most már nézők is jobban hallanak szerintem. Amíg a izéből lejjebb húzok. A hatásból. Na így lesz az igazi, így már hallak biztos. Aha, hát nekem az a célom most ebben a streamben, hogy a legalább a 80 levelet elérjem. Azt szerintem nem működik. Azért is vagyok itt a kazamatában múlt. Csak folyamatosan meghaltam, csak kaptam izétől. Lacitól kaptam izé cuccokat. És most így elbírok velük igazából. Rengeteg cuccot kaptam tőle. Úgyhogy köszönöm még egyszer Lacinak. Hát én nem nagyon értek hozzá. Kaptam izét, hatalmasok kártyája. Fiatal sárkányöltöny, tigris pajzs, teli holdkard, meg ilyenek. Hatalmas a kártyája, jó az XP-t. Aha, be is van rakva, elvileg aktív is. Ja, ilyen zölden világít. Aha, itt van, be van rakva alulra, úgy. Csak már annyira tele van a inventorim, hogy már nem tudok, mit kezdenem úgy, mert a pezöld darabokat is ide rakja be ugyanúgy. Ja, és ugye van
nem is tudom 20 darab vagy mennyi, ezt mindegyiket külön rakja. Az a jó, hogy nem kell beváltani, tehát hogyha megvan az összes darab, automatikus megváltja is meg. Aha, igen, már puzzle-nek a nagy része már ki van nekem rakva, hál' Istennek. Egy 5-6-szor kiraktam ma már. Ja, mert többször is ki lehet tenni? Persze, ugyanez dobja vissza újra. Ja, azt hittem, hogy egyszer csak. Meg figyelj, csak szedek fel ilyen kritikus csapás, meg ilyeneket, az mi a faszom? Automatikusan megadja? Be tudod kapcsolni jobb klikkel, és akkor izé megneveli az esélyre 10 percen át 20%-kal arra, hogy a csatában kritikus találatot éri el. Hm? És használni meg gyűjteni az zöld italt is érdemes főszedni, van egy puzzle darab amúgy, 12-es, vagyis a tiéd. Mert a zöld ital az mire jó? Zöld ital is jobb klikkel tudod bekapcsolni, ez meg támadó sebességet, tehát gyorsabban ütsz, ha valahogy megdöbbelnek ezek a pusztulatok. Van belőle egyébként az átütő csapás is, amely olyan kritikus csapás, csak az átható találatot ad, a lila ital az mozgási sebességet növel, ezeket érdemes gyűjteni. Aha. Mind hasznosabb. P betűvel be tudod nyomni az összes olyan buffot. Igen? Elvileg most én benyomtam mindent, megnyomtam. Tényleg baszki. Köszönöm, nem esettem bazd meg. Nyomkodom össze-vissza, mint a bolondok. Hát én eddig bal klikkal akartam mindent bekapcsolni, hát azért nem működött. Úgyhogy ez most hasznos volt nekem is. Mert én nyomkodtam én össze-vissza, azt észrevettem, hogy valamivel bekapcsoltam őket. Na hát de... akkor még neked is hasznos volt, nagyszerű. Köszönjük, Laci. Bocsánat, hogy kölgök, fiúk, lányok, de én már két hét olyan beteg vagyok bazd meg, hogy ez valami boldasztó. Jó, hát nem csodálkozok, mert egész nap kimondjuk az utcán, ugye, mint postás. Még meggyógyulni sincs esélyem. Ja, hát szoborni itt a sajnos. Főleg ilyen időben. Ja. Hát tegnap baszki akartam streamelni, olyan vihar volt, hogy elment az áram, és este 8 órakor jött vissza az áram, érted? Azt mondom. Hát itt a harmadik emeletemben, de majd lehívta a regenciót. Igen? Kinyitottam az ablakot, azt majd lehívta. Fantasztikus. Hát tegnap, várjál, hova akart? Ja, egyik ismerősömhez akartam menni kocsival. Úgy bebaszta a kocsinak az ajtaját, azt hittem, hogy leszakad az ajtó. Nem bírtam beszállni a kocsiba, olyan szél volt. Ja, kiszállni akartam az asszonynak, vittem el a kocsiját, hogy kiporszívózom meg ilyenek. Nem tudtam kiszállni, rám nyomta az ajtót. No, nyitott eddig kiszálló szállni. Én is mondom, nyitottam ki fel a kocsi ajtót, meg bebaszta az Audinak az ajtaját. Mondom, mindjárt rosszul leszek, bazd meg, leszakad az ajtó. Ma meg menni akartam én is takarítani, hanem nem kellett megállni takarítani, annyian voltak a mosóba. Most is volt azért. Figyelj csak nálunk is, még mindig fúj a szél, már most nem olyan erősen. Hát tegnap volt vagy 130 km per órás szél. Hát tegnap nagyon durva volt. Ezt eszméletlen, már kurva így hát a feleségem bazd meg hívta izi az EON-t. Egy óra volt, amire valakivel tudod beszélni. Annyian telefonáltak. Ja. Az a baj, ilyenkor most haragszunk rájuk, akár nem, ő se tudna nagyon... Hát figyelj, én nem haragszok rájuk, mert ők is emberek, csinálják a munkájukat. Olyan szélbe azért bele gondolsz, nem olyan egyszerű, mert itthon is mondták, hogy hát hívosgassuk őket. Ha mondtam, hát hiába hívosgassátok őket, ők is emberek. Hát dolgoznak rajta, majd ha kész lesz, akkor kész lesz. Hát most... A főnek, hogy ilyen szitúban meg ugye pont, hogy sokkal többen hívják. Hát hogyne. A vezetékek ilyenek, mindenhol csinálják őket. Persze. Hát figyelj, én úgy vagyok vele, hogy ők is emberek. Elég szar nekik, hogy ilyen szélbe kell csinálni azt a szar. Miért nem megyünk Bagoly mapra? Azért, mert én azt tudom, hogy mi az, tehát... Azért, mert 75-től van azért. Na, 75-től van. Nem, bocsánat, 60-tól van. Igen, menjünk oda? Zsak. De várjál, ma melyik az a Bagoly map? Az a neve, hogy Bagoly map? Menj, majd is. Bitang Bagyog Birodalma az a neve. De hogy Pókazamata, Bitang Bagyog Birodalma. Na, és ott mit tudunk csinálni amúgy? Vannak metinek? Aha, nice. De valahogy nem tudunk most összecsatlakozni, hogy izé? Nem, mert az a baj, csak úgy tudunk csoportba lenni, 30 szint maximum a különbségünk. Ja, igen? Van egy ilyen 240. Aha. Jó, akkor én keresek itt metineket, tesó, jó? Valahol. De én itt nem is látok meg a szörnyeket. Van itt, csak itt jobb szélen, de lejjebb nézd be a belső, ha? Itt látod, itt van egy ilyen. Van már Bagoly metinkő. Most megbaszom őket, geci. Széjjel lesznek kurva. Hanem ők kúrnak meg engem, mi? Hát
esélyes. Nem baj az. Nem tudom, mennyit söveznek, vagy hogyan miként. De azért ütött szépen a Metint igazániból. Ja, teljesen jó, szerintem is. Gyorsabb lesz a fejlődés. De viszont van belátom a TP, gyűrűd az fasza. Azt nézem, hogy hogyan tudnék vizélni. Mert ugye vannak ezek a baboly, tehát itt ezen a mappon van saját szettje a mapnak. Az azt jelenti, hogy vannak baboly király cuccok. Igen. Tehát baboly füles, baboly pajzs, baboly király kardja. Aha. De várjál már most ugye az inventory véges. Most nincs valami izé, ahova le tudunk pakolni esetleg? Mert most ha minden pályának van ilyen külön szettje, szóval teszed, érted? Hát nem feltétlenül szükséges amúgy mindegyiket megcsinálni. Tehát az adott mappon. Hogy hívják, hogy az egész szettet kiszedni. Az elején érdemes, tehát a bagolyt meg az Anubis szerintem az egészet érdemes. Utána majd később évben már elég szerintem a kardavért, meg a cipő, meg a nyaklánc, azok adnak elleni erőt. És a kard meg a vért az nem, de a nyaklánc meg a cipő, igen. De a kard meg a vért meg ugye jobb defet ad, meg jobb támadó értéket, szóval azt azért érdemes. Jó, és ezeket honnan tudjuk megszerezni amúgy a kardot meg ezeneket? Van valami boss vagy mi? Itt dobál neked majd olyanokat, hogy Bagoly király meghívója. Az a belépő a Bagoly király ránra, és ott annyi, hogy megy egy ilyen házaló buzi, egy ilyen NPC, és akkor el kell kísérni a elejétől a végéig. Tehát végig kell szaladnod igazániból vele, jó, nem olyan gyors, mint egy 4-5 perc egy kör, kapsz egy élményt. Egy élményből tudsz venni egy cuccot ott a... Ja, akkor figyeljem azt, hogy mikor kapom meg ezeket, de ezeket akkor Metinekből kapom meg? Igen, azok fogják dobni, azt mondom, Metinek dobják, vagy nem tudom pontosan. De ja, Jangom az már van, 689 millió, az már nem rossz, nem? Nem rossz. Én a tiszteletes tüttő. Ő is be van a lábba. Igen, ő a Laci, akitől kaptam a cuccukat. Elvisz, Laci. Ja, látom, ő is jó a cipő, mahol ölt, nem rossz. Akkor ő 48 átlás, nem rossz. Na most már várom, 3-10-et le tudjam cserélni a banisatőrre. Szóval megvettem, meg a nyakláncot, cipőt. Ha? A cipő még csak plusz 6, a vértem is plusz 4-es, a többi az plusz 9, azokat még föl kell húzom, hogy kisebb szintű, de olyan drágák, amire a kurva. De tört is 50 milliárd éve. Megdöglöttem a rákba. Nyakon basztak. Aha. Ez a baj, mondanám, hogy bejövök a buffossal. Jó, nem egy nagy buffos, mert nem, izé, nem olyan maximum. Jó, felső ébredtem, most megdöglöttem. Jó, akkor ez kicsit odébb megyek. Magamra találok. Na, az a baj, hogy fölé lesz, ahogy látszódsz, egyből neked szalad. Aha, ja. Másik bili miatt... Hát eddig nem tudtak megkúrni, bazd meg, most megkúrják számat. Az a baj, sokan vannak, ja. Hányá? Pirosat meg kéne nézned valami, ez egy buffos, csak itt tud adni buffot. Mert anélkül ez nehéz lesz. Csak vagy pirosban vagy, és nem tudunk adni. De azt nem lehet megváltoztatni kékre? Szerintem valahogy meg lehet, csak nem tudom, hogy ő sérből kell venni, vagy hogy hívják, hogy lehet venni a mi a faszba is, játékba is, birodalom oldatot sérkelni. Mennyibe kerül egy ilyen birodalom oldat? De nekem nincs valahol, nem látsz esetleg valamit? Feltáramba. Nem hiszem, hogy van, csak séből lehet azt szemvenni. Egyéb. Mondjuk. Név oldat. Van. Mennyi egy birodalom oldat. Birodalom oldat. 1500 sé. Hát kurva. Ez mennyi pénzbe kerül? Hát figyelj, igazániból nem olyan vészes árba, de lehet jobban jár az ember, megveszi a izébe. Kiírom, hogy mennyibe kerül birodalmat. Nem, azt megoldom. Majd intézek a kutét. Már level 70-es vagyok, az már nice. Leslövös amúgy alapvetően a sérek őteni szerintem, mert ki lehet farmolni a cuccot. Na, hát viszont ez egy jó hír, mert akkor nem pay-to-me. Hát alapvetően nem. Nyilván az a jóval több idő kell, mint hogyha megveszed a sét, de... Hát mindegy, de ha ki lehet farmolni... Akkor teljesen jó. Árdos olyan vészes, tehát pont ez tükrözi azt is, hogy amúgy nem olyan drága a sé. Aha. Azért is, hogy ki lehet farmolni mindent.
De most érted, az olyan dolog, hogy most 2-3 ezer forintért, ha veszel, és ezt a 2-3 ezer forintot, mit én tudok venni egy doboz cigit belőle, vagy tudok venni 2-3 kiló kenyeret, vagy valami. Persze, nyilván. Jó, nyilván kinek mi az érték. Most az olyan dolog, hogy... Most figyelj, én izé tévére elbaszok, szerintem olyan 25 ezeret, mert minden hülyeségre előbb vagyok fizet. Egyiket se nézzük amúgy, csak jó van. Hát igen, nálunk is ez van. Izé, HBO, Disney, Netflix, Amazon Prime, Isten kutya fasza, minden. Ja, hát igen. Csak mindig úgy van, mert az ember, ez lófasz 2000 forint. Persze, azt mire összeszámolod, 15-20 ezer. Azt izé, egyiken sincs amúgy semmi, geci. Az idegesítő, hogy egyiken sincs amúgy semmi. Gyík, farok, ilyen, csont. Van basz meg 10 000 izé, 10 000 féle adás, meg izé, sorozat, meg film, egyik se érdekel. Nem találok, kurva ritkán találok izé. Igen, az a, meg tudod mi a vicc amúgy? Nézel az izé tévét, most mit tudom én, Telekomnál vagyok előfizető, a tévére is. Egyik csatornán reklám van, bazd meg, a másikon is akkor van reklám. Tehát akárhol kapcsolsz, reklám van. Ez kurvára idegesít engem amúgy. Most ezért várom a Last of Us, csak ugye én azt várom meg, hogy egybe kijöjjön az egész része, én úgy akarom majd megnézni. Azt hiszem, hogy 3 rész van kint már, vagy hogy. Hát igen, rossz embernek akartad adni, Laci. Nekem ilyenik nem kell, nem kell. Viszont a bagoly, lehet megnézem neki, hogy mennyibe kerül az izé. Mi ez? Bagoly nyaklánc. Tesó, hát nagyon köszi. Csak már nem fér el szerintem az izé. Raktálom. Nem tudja fővenni, szerintem majd csak 70. Azért azt mondom, meg lesz. Ez mindjárt megvan, mindjárt van, jaj. Akkor ezeket basszam föl magamra majd? Ja, persze, mindenféleképpen. De csak ha itt vagyok, nem? Vagy amúgy is? Persze, rajtad lehet mindig, nem jár le az ideje. Nagyon köszönöm, Laci! Csókollak! Én is neked egy-két cuccot, csak oda át kell mennem CH1-re. Ott van az a formos geci. Nagyon jó lesz, alakul a kis közösségünk is itt ebbe a MMORPG világban, én úgy látom, úgyhogy egyre többen vagyunk. Így YouTube-on úgyhogy... Na, ezt azt akartam célni. Jó, pofa ez a macska. Milyen nem macska? Zárkozott macska pecsét. Ja, azt hittem állat. Ja. Nem, ez ilyen pet. Amúgy ez is jó pofa, mint amit adtam neked, hogy nem célosz. Ez ilyen macska. Ja, arra gondoltam, muntra gondoltam én is. Aha, fasza. Nem is vettem, talán kaptam azt hiszem a helyzéből napi cuccokból, de az sem biztos, pannan nem tudom. Napi utalnak. Ja, álkozott macska pecsét 24. napon kapott. Igen. Ja, a bejelentkezésért, ugye? A bejelentkezés. Ja, így van, 24. nap. Jó, hát az a baj, hogy én minden nap ugye nem tudok játszani, csak a streamelek is. Sivatagi futója, ez is komoly. Csak az a baj, ezek mind olyan mountok amúgy, hogy ilyen pököt nem érnek. Tehát csomó pénzt elkérnek érte, ezt ilyen homokárnyerő 25-öt ad, azt ennyi. Tehát amúgy alapvetően semmi értelme ennek a mountnak. Jól néz ki, hogy azt ennyi. Tehát ezek mind olyan zégek, ez a Vadrian Célosz is, csak az a lényeg, hogy ugyan főrök valamit. Amit beleraksz, ott ott azzal még érhetsz valamit, de hogyha már az ember ugye jobb szinten van, akkor érdemes olyan asztrális izzészarvas venni, vagy valami. Aha. Hát nyilván, ami több cuccokat pakol rád. Ja, hát annak jó, persze. Hát annak jó, hogy izé, hogy most olcsón megveszed, ezt beoptolod arra a pontra. Ja, nem toltam még egyébként ranokat, sőt, talán egyszer próbáltam a bagolyt, azt ennyi. Ha meghalok, elvesztem a képességet, amiket elnyomtam. Elmi? Nem. Nem hiszem. Nem vesztettem el, úgyhogy. A izéket, én nekem ez a farmos, ez a 305-ös, vagyis főhúzom 310-re. Jó, mindjárt 75 vagyok én is, aztán be tudom rakni ezeket a ruhákat akkor. Ja, nekem is ott van a két buffos, én 95-ös szintűek körül van a kettő sámán, de hát olyan drága megcsinálni. Mármint Youngba? Ja, Youngba, persze. Hát olyan 7-800 rúd szerintem per buffos. És kell kettő, ugye, mert kell egy sárkány, meg kell egy heal buffos. Azt nyomtam úgy a felkészülést. Van egy ilyen buffod,
buff skill, egy ilyen, nagyon sem mindegy, háromszög lenne a képe neki egy skill lenne, amit kipakoltál. Nem egy ilyen felkészülés, vagy az a neve, hogy felkészülés. Erről léti edzés, felkészülés, mester. Ja, az jó, de azt csak akkor tudom, hogyha leszállok a montról. Igen, ezt nyomd, mert a sebzést ad. Ja, odébb megyek egy kicsit. Leszállok a montról. Kíváncsi vagyok, mennyit köpök. 48k. Jó, mindjárt meg vagyok 75, azt akkor bepakolom ezt a izét. Ezt a ruhákat, amit kaptam, csak már nem is látom, hogy... Olyan, az baj, olyan picivel írja be az meg, hogy én egyszer nem látom az inventorimat. Én mondom, nagy felbontás van, vagy ilyen full HD, vagy ilyesmi, aztán picivel, akkor... Ja. Nekem ugye a laptopon játszok ilyen 15,6-szoloson, szóval nekem 1366-os, vagy milyen a felbontás, szóval... Aha. Én nagyon, nagyon kicsiben látom. Itt ugye így nagyobbnak tűnik. Nagyobbnak nem tűnik, az is. Hát nem tudom, hogy ezt miért nem lehet nagyobbra csinálni, mert kérdeztem, azt mondták, hogy nem nagyon lehet. Nem lehet méretezni, mivel a felbontással tudsz játszani esetleg. Hát nem tudod méretezni a adott ablakokat, ez a baj. Pedig jó lenne. Igen, igen, nem lenne rossz. Ruha, elmegyek boltba és jövök vissza. Oké. Jó. Én majd elmegyek CH1 mobilre. De most ez a CH1 meg ilyenek mi a különbség amúgy? Azt mondjátok már nekem. Hát az, hogy ugye több channel van, ugye ezek csatornák, amiken tudsz játszani. És mondjuk, hogy amit én bejössz erre a mapra, amit most is vagy, és kurva sokan vannak, tehát nem találsz magadnak metint, amit üthetnél, meg ilyen ha. Vannak, akkor átváltasz egy másik csatornára, és akkor ott ugye valószínűleg kevesebben lesznek. Tehát ez az a lényeg, hogy az 1000 ember mondjuk el tudja osztani 4 fele, és mindegyik tudja használni az adott mapot, csak akkor egy mapon nem 1000-en vagytok, hanem csak mondjuk 2-5 fele. Hogyha eloszlik, tudod, sokkal könnyebb farmolni. Meg ugye az a másik lényeg, hogy CH1-en tudsz csak kereskedni map egyen. Ugye ott csak ott tudsz nyitni boltot, meg ott tudod megkeresni a dolgokat ezzel a minek hívja bolt keresővel. Szóval, ja, ez úgy azért van így megcsinálva, hogy inkább ott legyen nagyobb lag, ugye, ahol rengeteg bolt van, meg a sok ember. Általában mindenki CH1-en kereskedik, meg CH1-en adnak buffokat, meg itt tudom én, szóval így az a központi. Az egyes. Ja. Olyan. Azt mondja, hogy főkehetne, mert lemerül az elcigimben. Pajzs, bagoly pajzs. Nézzük, bagoly király kardja. Tatója virág. Én nálam ilyen könyvek vannak, amiket nem tudok használni. Azt írja, hogy ezt a könyvet nehéz megérteni. Mert kellene hozzá ilyen olvasó cuccok is, amiket tudsz venni, de hogy felesleges olvasgatni őket. Akkor én kiröbálom őket a rákba, amúgy. Én azért lettem csak el, majd nyitogatom az ilyen üzéket. Az ilyen, minek mondják, ez a hős csomag, amiket ki tudsz nyitogatni, abból kaptál egyébként a könyveket is szerintem. Ugye mindig visszadobálja majd. De amúgy ad hasznos cuccot is az a hős csomag, de a legtöbb ilyen szar könyveket ad. Tehát például a izét is jó áron el lehet adni, meg később hasznos lesz a bányászati könyv. Aha. Például. Hát nem tudom, most kilobáltam egy csomó mindent, mert itt igazából van 2-4-6 slotom van összesen a inventoriumban. Ezek szerintem rohadt kevés, úgy halálos csapás köve. Azokat meg add le a köveket. A bolba majd, mikor bemész a vegyeshez, vagy valamit tudod. Jó, hogy te nincs, ugye? Ha? Egyen még itt azért fejlődget. Az jó, mindjárt viszem a cuccot neked. Jó. Ez így. Jó három van. Ezt megveszem neked. Na pedig. Vézért dobálják ezeket. Na, mi az? Vettem neked, hogy vértet még egy kardot a bagoly királyosat. Egy kis hangot tudsz adni Csominikra, mert nagyon, nagyon halkan, ne vitt, várjál. Én lehet, hogy halkan beszélnem, meg felhangolt valamit. Nem vagy halk, feljepúztam az asztal audiót, mert le volt húzva nagyon. Szerintem most már jobban hallod, Robi, leírod majd, hogy jobban hallod, de énekálj egy nekünk a lezám, bocsi, mit tőle, azért nézd le rám, hogy Istenem légy szóval. Udízz le rám. És kajak jó volt. Na most jobban hallottad, Robi? Mindjárt szia, inkább némítsd le, némítsd le! Maszkínen ezt a rikes játszó. Jaj, jaj, jaj.
These little... Énekelnék én ezt kívül. Lehet, mint Jimmy, amúgy, esküszöm. Ennyi, csak nekem pacek a haja, mint neki, amúgy ennyi a különbség. Beláta. Itt vagy, hol vagy, te futottál? Itt mentem el melletted. Mert mit akarsz, nincsen inventoriumban hely. Az faszol, akkor valami dobjál ki. Látom, kaptál ruhát, bazanyom meg. De most mit akarsz adni? Sokkal jobb, kardot. Jó van rob. Mit? Kardot. Mert ruhát azt már kaptál, úgyhogy azt majd eladom, azt is vettem. Na akkor dobja rá, de most izé kardom van, teli volt kard, az nem jó? Bagoly kard, geci. Kicsit erős. Picsába rakta. Látom. Elfogadtam én egyáltalán? Átment, az biztos. Azt mondja, lehet rá rendezni. Igen. Van, bagoly. Akkor MS kardot kidobom, nem? Figyelj, megtartod, ha úgy van, de el is adhatod, lehet, hogy jobban jársz, ha eladod a vegyesni. Akkor eladom majd. Legtöbb cuccot érdemes eladni, mert legalább kapsz érte egy kis pénzt. Eladom majd akkor. Ez sokkal gyorsabb ez a kard, én úgy gondolom. Lehet, hogy többen a támadó sebesség is, meg lehet, hogy többet is sebesség. Sőt, biztos, hogy többet kéne neki, mert van benne plusz 8-os, még lehet, hogy a teli volt kardodban is volt kő, de ugye több a damage, ilyen 200-al több a támadója. Buffa lenne az igazi, mert akkor egy olyan 12-13 ezeret csapkod másokat maradt meg lenne. Ritkább főmenni szállat. Most ilyen 3-6 ezereket is csapkodok bele. Jó, bekvétel akkor 6 ezer azért, úgyhogy nem rossz. Van egy cipőt nem látszott venni 80 rúdba. Nem barátom. De mi az a rúd? Milyen rúd? Milyen faszok? Hát Young. Végülis Young. Csak be van váltva aranyrúdra. Ja, amiket én eladtam, ilyen 10 millió Young-ja, meg 100 millió. Aha. Ja, van 50 milliós, 100 milliós, 200, aha. 500 millió. Én azokat eladogattam a rákba, nem kellett volna? El lehet adni, mert akkor a Young-hoz hozzáadódik, tudod. Tehát van ez a Young, amit itt lemutat számokba. Igen, ugye van 140 azt be tudod váltani rúdra. Ugye, hogyha valakivel kereskedsz, hogy mit én venné tőle olyat, hogy mondjuk 30 rúdba kerül, ugye nem tudod beírni, mikor kereskedsz, tudsz átadni Young-ot is, csak oda nem tudsz beírni 30 milliárdot. Mert ott azt hiszem, 1 milliárdig lehet beírni a magát a... Ja, és akkor Young. Gyorsabban át lehet adni az adott összeget. Így van, a raktárosnál be tudod váltani a 1 milliárd Young-odat egy 1 milliárdot érő rúdra, és hogyha vissza akarod váltani Young-ra, akkor ráklikkelsz jobb gomba, és akkor beváltja Young-ra, szóval ha, értem. Ja. Ha végülis tényleg olyan, mint a rendes életben, hogy nem forintodban, hanem nagy aranytömbből, és akkor azt lehet oda adni, amikor... Kokain, heroin, ilyen. Az is. Jaj, geci. Még gépikó, meg ilyenek jó szlováki. Jó, mindjárt ezért bejön a nemzeti adó is valami volt. Ja, mindjárt rámlodják az ajtót, bazd meg. Maguk árulják az ukrán cigit. Jaj. Ukrán marbolót keresünk. Vételre természetesen. Jönne a nap, hogy benne egy kis cint. Rábrogná az ajtót, hogy izé. Ukrán marbolót keresünk, de megvennénk, már nem kapunk sehova. Ja. Azt mondom, 10 eurót mindenkit elvette a főnökség, jó lenne egy doboz cintben. Adjál már a navosok, azt izé felét hazaviszik. Ezt? Szerintem a legnagyobb dílerek amúgy azok a rendőrség. Biztos. Figyelj csak, aki árulja, attól lenyúlják, valamennyit leadnak, valamennyit hazavisztük, azt eladják ugyan. Biztos vagyok benne. 100%. Hát tudod, hogy lefoglalják, hogy ilyen kamaridas cuccokat be, azért másnap abban megy dolgozni. Jaj, kamogúcsikat meg ilyenek, hogy kamarodnak fognak meg, tudod. Hát... Plusz kifizetős marbolló, meg ilyenek. Jó. Leszik elő fel a számos ukrán marbolló. Azaz. Sok ilyet a talpukat. Amúgy mennyi a max szint, amit el lehet érni? Azt én láttam 450-es 500-a szintűeket. Tehát nincs is max. Valamennyi szerintem van, de nem tudom mennyi. Az lenne az igazi, ha nem lenne a Max, geci, milyen kemény karakterek meg. Ez komoly lenne.
Tehát azt hiszem a legutolsó cucc, az talán most vagy a Yin-Yang, vagy a valótlanság, azok azt hiszem ilyen 400, 420-tól vannak, vagy 470-es szintől vannak azok a cuccok, de hát azok már... Itt az elején még könnyű. Epic pot lehet venni, meg fillérekért lehet venni a cuccokat, mondjuk ilyen. Sorban úgy vannak a szettek, hogy van a Bagoly király szett, aztán van az Anubis, azt utána a pokol, azt hiszem, az jégsárkány, moha, aqua, aztán ami most van nekem is, ez a Ganesha, aztán utána a tököm tudja mi jön. Úgyhogy rengeteg szert van ugye mindegyik maphoz. Tehát ugye mész a Baggyokon 100-ig, utána mész a pokol mappon 100-tól 100, nem, Anubison 100-tól 140-ig, az pokol mapptól 140-től talán 180-ig, de lehet, hogy hülyeséget mondok, hogy ugye megnézem. Hogy van, pokol 140-től 180, így van, aztán Ófette Himalája 180-tól 220, utána 220-tól 260, 260-tól 300, szóval egy mappon 40 szintet kell menned. Ahogy mész följebb. Most én vagyok ugye a izén, a szenvedés szavannája, az van 300-tól és 340-től jön a retteget rengeteg. Utána soha senki földje jön 380-ig, és a legutolsó, ami van jelenek benne, az a T-Boy templom, ott 420-ig kell fejlődni. Igen. Vagyis hát utána is ott kell fejlődni, csak utána már geci nehéz. Nincs több map, ahol erősebbek lennének, de hát ott már nagyon drágák a cuccok, meg ilyet. És itt talán én veszek neked egy ilyen kardot 4-500 millióért, addig ott már egy cucc ilyen 150-200 milliárd. Egy. Igen. Hát az akkor nem gyenge. Hát nem, nem. Meg ott már legendás optok kellenek, meg mit tudom én, egy belerakó opt mondjuk ilyen 35 milliárd körül van, egy cserélő 50 milliárd, és az sem biztos, hogy egy berakás, meg egy cserélőbe belemegy az opt, lehet, hogy 20-at kell forgatnod, az már 200 milliárd, meg mit tudom én, szóval őrült összegek vannak. Ott azért szoktak már megállni az emberek ilyen 280, meg 310-es szinteken, mert akkor az adott mapon farmolnak rudakat. Mert a Zordzátonyba 280-on, meg a Ganesha-án is, ugye a szenvedés szavannáján 310-en, hogyha megállsz, ott a metinköves dobnak 200 milliós rudat. Igen. És mondjuk, mit tudom én, egy órás farm, ugye veszel egy 1 milliárdot egy buffot, és egy órát lefarmolsz, mondjuk tolvajkesztyűben, meg úgy vagy beoptolva, hogy tide dropot kapjál, akkor mit tudom én, egy óra alatt ki tudsz szedni egy ilyen, hát 10-15 milliárdig egy óra alatt. Szép. Most gondolhatod, bázni, mondjuk egy cucc 150 millió, vagy 150 milliárd, kell hozzá farmolnod, bázni, mit tudom én, 10 órát. Érted? 10-12 órát. Vagy meg tudod csinálni azt, hogy veszel sét, aztán, hogyha jó áron éppen el tudod adni a sét, vagy a séből vett cuccokat, akkor nyilván, mit tudom én, egy-két óra alatt meg tudod ezt oldani, mire elcserégeted, eladod, aha, megveszed az új cuccot, ilyeneket, akkor lehet, hogy egy-két óra alatt megvan, de most én is, hogy meló után följövök, egy-egy órát játszok vele, tehát nekem nem ez az hát életem, igen, igen, ezért igen. Nem fogok rá költeni pénzt. Mert az a baj, hogy már egy-két éve, most volt 2 éves a játék, nem régiben, pár napja volt a születésnapjuk, mit tudom én. Ezt lehetett egy ilyen faszon mountot szerezni, de hát igazándiból nem sok értelme volt annak a mountnak, és ilyen a darabjait alattam a picsába jó pénzért. Mert voltak olyan fanatikusok, akik gyűjtötték, de még mindig úgy vagyok vele, hogy azért ez nem olyan stabil játék ez a meting, hogy megéri belekölteni olyan sokat. Tehát most azt mondom, hogy egyszer-egyszer vesz az ember mondjuk egy összesen egy 10.000 forintért bele, akkor az olyan dolog, hogy költöttem már nagyobb hülyeségre is 10.000 forintot, tehát nem arról van szó, de bármikor le lehet húzni a rolót, érted? Valamiért bezárják, vagy valami szuszott a pénzed a picsába. Meg igazándiból nem tudod visszaszerezni pénzbe, tehát nem tudok oda menni az utcán valaki ezt, hogy nem érdekel a metinbe, mit tudom, 10 rút, egy 1000-esért, vagy egy doboz cigér, vagy valamit, tehát ez így nem működik visszafele, az a baj. Itt nem tudod kivenni a pénzedet. Ugye én úgy vagyok vele, hogy inkább bizé, mivel ez csak egy játék, meg nekem kikapcsolódás, így elbohóckodok vele, kifarmolom magamnak, legalább mindig van elfoglaltság, mert az igen. A baj, nekem az a tapasztalatom az ilyen fizetős játékokkal, tudsz venni pénzed is cuccot, hogy megveszed, és akkor már nincs miért harcolnod, nincs miért küzdeni, nincs miért farmolni, mert mit tudom, hogy mindened megvan, aztán... Igen, megunod, jaj. És ez a legnagyobb veszteség igazán, hogy belekötöd, megunod, az úgyis itt vagy a játékod, az benne hagytad 30-40 ezeret, 100 ezeret, 10 ezeret, és akkor pénz az ott maradt, hogy mész a másik. Jogos, amúgy. Kifarmolom, aztán pedig mindennel itt vagyok. Nagyon ritka, hogyha költök ilyen játékokra. Inkább veszek valami más, az autóban kapok egy tigrökridás, vagy valami ilyes. Jó, én most bemegyek a városba, azt most már tényleg eladogatom, ami olyan, mert egyszerűen nincsen helyem.
Kérdez, ja, de van, négy leltáram van. Hát nekem csak egy leltár van tele. Akkor én még jó vagyok. Hát akkor bőven, hát négy én oldal van. Én azt hittem, hogy ez egy oldal van, de most látom, hogy négy oldal van összesen. Nem. Hát akkor jó. Hát figyelj, ami olyan, hogy nem kell, azt érdemes eladni, legalább azt foglalja a helyet. Hát majd eladogatom egyben, amikor már tényleg nem fél semmi. Én úgy szoktam, hogy legalábbis ez az én tapasztalatom, aztán, hogyha gondolod, csinálod, ha nem, nem. Az első oldalon vannak az olyanok, amiket használok, ugye az ilyen zöld ital, kritikus csapásat, amiket mindig használok. Bátorságköpeny, ezek a elixirek, amit töltik a potit, akkor tapasztalatgyűrű, ilyesmi, meg a rudak is itt vannak. Ezt második oldalra szoktam rakni soronként az adott mapnak a fejlesztő cuccait, amit az adott mappon dobál. A Bagoly király, Anubis cuccok, Pokol, izé. Egy sorba egy mapnak a fejlesztő, és úgy szeparálom, tudod, hogyha kell valami, akkor sokkal könnyen megtalálni. Ja, hát úgy, jó amúgy. Harmadik oldalra szoktam én rakni a régi cuccaimat, amik ilyen cipők, öltönyök, meg mit tudom én, ilyen fegyverek, azokat odarakom az előzőket, aztán hogyha kell kicsit átrakom, ha nem kell, eladogatom. A negyediken meg ilyen mindenféle szart beszórok, vagy sem, az kész. Ha te elrohad. És így sokkal jobban átlátja az ember, de úgyis meg fogod tanulni később, hogy játszol vele, hogy mi az, amit el nem később, mi az, amit el lehet dobálni, vagy eladni, vagy ami nem ér semmit. De vannak olyan cuccok is, amit nulla jangért tudsz eladni a boltba, szóval akár húszolni, ki debod a picsába, szóval de... Mert jó, mert van eldobás is, meg van törlés is, akkor nem tagoltatja ott a izét, hogy ott van alatta. Ja. Hát úgyis az lesz majd. Az a legegyszerűbb. Oké, kaptam puzzle-t is megint. Elég sok puzzle darab kéne, viszont nekem lassan amúgy mennem két azokon. Pont kérdezni akartam én is, hogy meddig leszel, vagy leszel-e később, mert nem is kell az asszony, hogy minden. Mindjárt megy dolgozni, szóval addig lépek szerintem, azt utána még tudok lenni. Hát ahogy. Én már nem, mert én megkártyítom a kagylót, mert hamburger. El kell mennem kocsit takarítani, meg még tanulnom is kell, mert nem kell vizsgázni. Mert az érdekes, hogy csomagkézbesítő vagyok 3 éve, de meg nem kell vizsgálni. Azt a kurva. Minden fél évben van valami szarvizsga. Na hülye, én azt hittem, hogy csak annyi, hogy elvállod a melót, azt csinálod, csak. Még valami szarvizsgával előjön. Ez az új szabály van, akkor le kell becsinálni, azt kapok, kap 100 oldalt, azt... Három év azt csinálom, hát csak tudom, hogy mit csinálok benne. Hát ez az. Mert azt mondom, a kezdőtől kérdeznek valamit, akkor oké, de... Szóval végül is, amit akartam, azt elértem, mert level 80-ig akartam elmenni, már mindjárt 85 vagyok, teljesen elégedett vagyok a mai. Jó, hát nyilván segítség nélkül nem ment volna, mert fontosan meghaltam, úgyhogy jó volt a laxis. Elején. Ja, hasznos azért az elején van egy barban ismerő főnagyobb szintű, aki tud segíteni, sokkal körülékenyebb annak. Szerintem el se értem volna 80-at, hogyha nem segítek. Szép lassan elérted volna, csak lehet, hogy nem most. Hát nyilván nem most, jaj. Na jó, akkor viszont én lépek, aztán majd dumálunk, ahogy is látom. Jó, hát Discordon írhatsz rá, amikor ott elérsz. Hogy... Vagyis hát most nem érsz el, mert is telefonom. Nem, most csak gépen vagyok elérhető, a gépet meg akkor kapcsolom be a stream. Mert nekem úgy van, hogy van a ház, meg van egy kis alsó épület, ahol csak az én streamer dolgok vannak, azt tudom streamálni. Ide meg nem nagyon szoktam lejönni, csak a videózok, azt tudtak amúgy. Ha. Jó cuccam, hogy el vagy itt szeparálva, akkor ja, hát így a kényelmes igazából. Ja, hát egyszer se zavarsz másokat, ők se zavarnak téged, hogyha izé van, így sokkal jobb, ja.
Na jó, akkor jó játékot. Köszönöm, köszönöm. Jó, csőcső. Ciao, ciao, szia, szia. Na, ezt kiszedjük, gyerekek, azt én is köszönök. Utána. Elégedett vagyok amúgy, mert 85 szint, gyerekek. 5-tel több, mint amit akartam. Az azért nem rossz szerintem. Jó, hát streamen nem sokan voltunk, az engem nem érdekel amúgy nagyon. Majd egyre többen leszünk úgy. Legalábbis gondolom én. Na, visszamegyünk ide. Be. Jó, és közben köszönöm szépen a figyelmeteket, gyerekek. Köszönöm a támogatásokat, nagyon szépen köszönöm. És holnap találkozunk, nem tudom, hogy mivel, de találkozunk, jó? Úgyhogy pacsi mindenkinek, szevasztok, ciao, ciao.